Úgy gondolom, hogy április 13-án este egy hatalmas nagy kifújással nyugtázzák majd a szervezők, hogy milyen jól sikerült ez a bizonyos 7. Fúvós Zenekari Fesztivál és minősítő verseny, de hát most még nagyon nagy az izgalom, ugye előtte vagyunk. Kis Gyuláné, a Szivárvány Közművelődés és Szabadidős Egyesület elnöke, és Kis Gyula, a Fúvós Zenekari Egyesület elnöke, a Demecseri Fúvós Zenekari Egyesület elnöke a vendégeink. Ugye hát gyakorlatilag a név kötelez, illetve az elmúlt sok-sok sikeres rendezvény, és ahogy itt egy pár perce beszélgettünk, ez tulajdonképpen Demecser szívügye is, ugye, hogy ez a rendezvény, ez ismét nagyon sikeres legyen. Hát amennyiben ugye van már egy ilyen múltja, az ember úgy gondolja, hogy már olyan nagyon-nagyon nem kell ezt szervezni, és nem is kell reklámozni. Megcáfoljuk ezt? Hát természetesen. Hát annyi rendezvény, annyi kulturális rendezvény van, hál' Istennek itt a környéken, a megyébe, vagy akár körülöttünk is, és kell, hogy felhívjuk a figyelmet, hogy ilyen is van. Tehát nem csak más színházi vagy egyéb táncművészeti, hanem van zeneművészeti, és a fúvózenekar, mert ugye nagy hagyománya ezen a vidéken nem volt régen sem, inkább a dunántúli részen van nagy hagyománya ennek a fúvózenekari kezdeményezésnek, és ez a vidék, ez nem volt ebben a témában kedvező, és úgy gondoltuk, hogy akkor mi csinálunk egy ilyet, hogy ne kelljen mondjuk a szabolcsi zenekarnak, ha már összeállt, elutazni akár a Dunántúlra, Balatonfelvidékre, egy-egy versenyre, vagy egy minősítésre. És ez tulajdonképpen egy minősítés a zenekaroknak. Úgy gondolom, hogy ugye rengeteg gyakorlás, nagyon sok izgalom, néhány fellépés, azért nem minden zenekarnak adatik meg az, hogy évről évre külföldre járjon és különböző fesztiválokon lépjen föl, tehát azért vannak kisebb zenekarok is, mégis valahogy az, hogy egy szakmai zsűri vagy egy szerető közönség előtt fújhatnak, úgy gondolom, hogy ez nagyon sokat számít. Milyen lesz mondjuk ennek az idei versenynek a felhozatala, az összetétele? És 9 fúvózenekar látogat el hozzánk, ez olyan közép kategóriába tartozik, mert az elmúlt 8 rendezvény, elmúlt 7 rendezvény alatt, mert ez a 8. lesz, már volt, amikor 15 fúvózenekar is volt egyszerre. Az is egy nap alatt lement a verseny. Most 9 fúvózenekar Miskolcról, Szendrő, Tiszavasvári, Nyírbátor, Demecser, Nyíregyháza, Vikár fúvózenekar, Nyírbátorból a fiatal fúvósok és egy fiatal zenekar Tiszavasváriból a Kinderband. Ők látogatnak el hozzánk. Vannak ifjúsági fúvózenekarok, és valamint a nagyobb zenekar, a Nyírbátori, meg a Hajdúböszörményi fúvózenekar, amik nagyon nagy múltra tekintenek vissza, és ők nagyon nagy színvonalú műveket is hoznak, meg olyan repertoárt, ami igazából a C-kategóriás koncertfúvós kategóriába tartozik. A zsűri is nagyon neves karnagyokból áll, hiszen a országos egyesületnek, a Magyar Fúvózenekar és Mazsert Szövetségnek az elnöke. Szabó Ferenc lesz itt, Dohos László, aki a tiszteletbeli elnök, az országos karmester, Bán László, aki a pesti régiónak a vezetője, és ő a Demecseri Fúvózenekarnak nagyon nagy segítője már a kezdetek óta, tehát 10 év óta, valamint itt a régió vezető Bekkel Gyula, ő is karnagy, ő Debrecenben, és Balmazújvárosban a Bekton Fúvózenekarnak a vezetője. Ilyenkor egy minősítésen minek kell megfelelni? Tehát vannak mondjuk kötelező elemei a versenynek, amit minden együttesnek fújni kell, illetve különböző stílusban is megmutatkozhatnak, milyen lesz maga a verseny. Igen, nálunk Demecserben évek óta egyetlen kötelező része van a versenynek, egy magyar indulót kell fújniuk a zenekarnak, ezt szabadon kiválasztatják az indulókönyvekből, és ezen kívül pedig meg van határozva országos minősítési szabályok szerint, hogy hány perces műsorszámot kell adniuk. Ez ilyen 5-6 darabot jelent, attól függ, milyen hosszúságúak ezek a darabok. És van koncertfúvós kategória, show kategória, valamint nemzetiségi, de nálunk nemzetiségiben most nem nevezett senki. Tehát ez a két nagyobb kategória, és ott is ABC nehézségi fokozat. Változott egyébként valamit a verseny az elmúlt 7 év alatt, illetve nem 7 év alatt, hanem a 7 rendezvény alatt?
Igen, hát nagyon nagy változáson ment végig, mert ugye az első az úgy gondolta mindenki még, hogy ez egy futottak még kategória. Jó, hát erőlködik ott valamelyik kis település, és akkor lesz ott valami, majd meglátjuk. A második, harmadikon már neves fúvós trombita művész is úgy állt hozzá, hogy csodálatos, amit csinálnak a demecseri fúvósok, mert a demecseri zenekar és ennek a tagjai, illetve az egyesület tagjai, és így a színvonal is erősödött. Most már ott tartunk, hogy bárhova elmegyünk egy országos továbbképzésre, mondjuk, hogy Demecser, és ja, ott van egy nagyon jó zenekar, meg a legutóbbi továbbképzésen ajánlották is a zenekaroknak, hogy akik nem minősültek, akkor jöjjenek Demecserre, mert ez olyan színvonalú most már, hogy ezzel lehet dicsekedni, hogy nekik egy ilyen minősítésük van, mert itt mindenki minősül, tehát mindenki kap valamilyen minősítést. Hát az már nagy szégyen lenne, ha nem kapna, tehát akkor ne is jöjjön ide. Kedves Gyula, az időnk az nagyon-nagyon elfogyott. Gondolom, hogy azért sokkal jobb kedvel fújnak a fúvósok, hogyha laikus közönség, vagy szerető közönség is hallgatja őket, úgyhogy adjunk egy pár tippet a nézőknek, hogy 13-án akkor hol tudnak részt venni ezen a bizonyos eseményen? Idén a Kéki önkormányzat gondozásában lesz megrendezve a verseny a Kéki Művöldési Házban. A Pór Sándor polgármester úr nagyon pozitívan állt a dologhoz, és kultúrabarát módon felajánlotta a Művöldési Házat, és igazából egész Kéki települést, mert egy alapítványiskolában lesznek elhelyezve a zenekarok, valamint a főtéren és Kék több utcáján is lesznek ilyen térzenék, amit a zenekarok fognak a minősítési verseny után előadni. Tehát nem csak minősülnek, hanem utána lesz egy felvonulás is, délután 4 órától, valamint 10 órától térzenék lesznek. Tehát akkor be lehet népesíteni tulajdonképpen az egész települést, és akkor valószínűleg egész nap mindenféle különleges zenei élménye lesz a kedves nézőknek. Hát köszönjük szépen, sok sikert kívánunk a rendezvényhez. Thank you.